Na hát megkaptuk a tarifáját, és a Schwarzban bemegyünk a kukáért, nem kell a háziaknak összemocskolniuk a kezüket és kihúzni. 1500 per hó a kukásokkal ledélezve írja. Ennyire pontosan? Igen. Egy másik hallgató egyébként. Úgyhogy, hát ez nekünk új volt. De hogy, hát mindennek kialakult ezek szerint a másodpiaca. Nem tudom, ez még emészteni kell, de valahol meg logikus, tehát igen, elsőre meglepett, de ezek szerint tényleg így van. Hát, nézd, a második kerületben a menő házmester nem akar korán kelni, ezért megfizeti az árát annak, hogy kihúzkodjon. Hát mások meg kihúzzák előző nap délután vagy este, de úgy tűnik, hogy ez érdekes. Aha, oké. Amikor, igen, amikor a kukások nettó fizetését nézzük, akkor valószínűleg ez is benne van, hogy ki mennyiért, meg hogyan vállalja. Persze. Mint ahogy a reptéri csomagpakolóknak is az eltulajdonított értékek is az ő általuk számolt fizetésbe benne foglaltaték, ugye, vagy a felszolgálóknál a borra való, úgyhogy valószínűleg ők is így számolnak, hogy ez hozzájön, csak ez nem szerepel a hivatalos statisztikákban. Na jó, oké, mit írnak az újságok? Kérlek szépen, a Portfolio.hu-t vettem elő elsőnek, és arról lehet ma reggel olvasni többek között, hogy egy ilyen összeállítást a járvány terjedéséről, és addig, hogy meddig bírják a gazdaságok, úgyhogy ezt a kötéltáncot, mi szerint ugye próbálják a döntéshozók életben tartani a gazdaságot, de valahogy kordában tartani a járvány terjedését is, hát ez itt Közép-Kelet-Európában most még annyira nem sikeres, és itt ez látványosan ilyen grafikonokon is megjeleníthető. Nem mi állunk a legrosszabbul, az kétségtelen, hogy a csehek, lengyelek azok nagyon elhúztak, ott már-már drámai a helyzet, de mi is egész komolyan megyünk utánuk, és romlik egyre inkább a fertőzöttségi szint. Az, hogy a GDP-ben mikor hagy ez nyomot, az nem sokára kiderül. A feldolgozóipar tavaszhoz képest viszonylag jól tartja magát, nem estek szét az ellátási láncok, tehát ott még nincsen nyoma, láthatóan még működik a dolog, nagy gyárleállásokról nincsenek hírek, úgyhogy egyelőre még folyik ez a harc, kérdés ugye, hogy mikor pattan el az a bizonyos húr, és mikor kell drasztikusabban beavatkozni, ami már esetleg a gazdaság teljesítményét is ronthatja, erről lehet akkor így összeállítást olvasni a portfolio.hu-n. Mindenki azon görcsöl természetesen, hogy minél kevésbé nyúljon bele, hát a gazdaságba. Viszont senkinek nem hiányzik a tavaszi. Igen, viszont miután az országok elég eltérő megoldásokat választanak, illetve máshol van az a szint, ahol már korlátozó intézkedés vezetnek be. Csehországban már ez bekövetkezett, Szlovákia, Magyarország a leglazább, úgyhogy már érdekes lesz megnézni, hogy ez GDP-ben kimutatható, vagy egyáltalán látható lesz-e mondjuk jövőre, amikor erre az időszakról már mondjuk érkeznek adatok, hogy valóban ez egy döntési kényszer-e, hogy az emberek életét mentjük, vagy a gazdaságra összpontosítunk, vagy a kettő, de lehet valahogy együtt ellavírozgatni. Minden esetre kicsit visszautalva a múltkori beszélgetésünkre, ugye pénteken is így fejeztük be műsort, és tegnap is szóba került, hogy a Semmelweis Egyetem nagyon nyomja ezt a bizonyos remdesivir hatóanyagú új gyógyszert, a Richter gyártott, és te mondtad, hogy a Gilead Sciences is esett, mert hogy a WHO kihozta ezt a tanulmányt, hogy igazából hatástalan, és akkor tegnap a Telex megkérdezte, hogy akkor ezt miért használják nálunk, hogy mit szólnak ez a tanulmányhoz. Na most az a helyzet, hogy a WHO-é az valóban egy nagyon tág spektrumú, tehát sokkal több eset vizsgálatán alapuló dolog, viszont ez még új, mondják legalábbis a Semmelweis Egyetem képviselői, nem használható arra, hogy meghatározza a klinikai folyamatokat, ugyanis ez még nem jelent meg szaklapban, úgyhogy ez még nem azon a szinten van, amit figyelembe vehetnének. Ellenben egy másik, ami ugyan jóval kisebb mintán dolgozott, de már megjelent a New England Journalban 2 hete. Az viszont arra jutott, hogy ez a hatóanyag, akit ezekkel kezelnek, gyorsabban meggyógyultak, mint akik placebót kaptak, tehát ott kicsit más jött ki, és amúgy maga a gyártó is tiltakozott a WHO által kihozott friss tanulmány ellen, úgyhogy még ebből nem
hát igen, kíváncsiak vagyunk, hogy ez hova fog fajulni, vagy nem fajulni, de hogy miért jön ki egymásnak totál ellentétes eredménykét. Igen, ez nagyon érdekes, és egyébként engem laikusként azt foglalkoztat, hogy, hogy lehet-e meggyőző fordulat majd a klinikai eredményben és a publikált eredményben ahhoz képest, amit gyakorlatilag a tapasztalat mutat, mert a WHO az egy nagy merítésű, nem tudom, tizenvalány ezres mintán tesztelt megállapítás volt. Tehát, hogyha a gyakorlatban nem működik, akkor majd a klinikai teszt hoz egy jobb eredményt. Tehát nekem itt van egy ilyen nagyon furcsaság, hogy miért lehet eltérő a két vizsgálat eredménye, de igen, a gyártó is, meg sokan a szakmában, az orvosi szakmában is ezt hozták fel, igen, hogy a WHO ezt kicsit korán közölte, és ezért alaptalan most rögtön eltemetni a remdesivirt. A remdesivir, azért azt tudni kell, hogy ez egy nagyon régi hatóanyag. Ezt az ebolára fejlesztette ki a Gilead Scientist. És azóta is bevetik mindenre, ami jön. És még egyikre sem bizonyult amúgy hatékonynak, vagy hatásosnak, úgyhogy megpróbáltak most a COVID ellen is, és innentől kezdve visszatértünk, ahol indultunk, hogy nem tudjuk. Az egyik tanulmány szerint teljesen lényegében hatástalan, a másik szerint meg valamit tudhat. Hát kb. Ideig sikerült eljutni. Nagyon rövid az idő. Ugye nincs a tudománynak sem ideje, hogy végigvegye a szokásos módszereket. Nagyon gyorsan szeretne mindenki eredményt, gyorsan szeretne. Főleg azok, akik már ott fekszenek tüdőgyulladással és szövődményekkel, érthető, hogy mindent bevetnek, amiről legalább az biztos, hogy nem káros, és ha már csak pár embernek hat, akkor is talán érdemes, mert életeket menthet, úgyhogy az orvosok részéről is tök érthető, hogyha megpróbálnak mindent, amiről még ugye nincsen egyértelmű tudományos megalapozottság sem. Nos, akkor erről ennyit, és akkor kapcsolódóan nézzük meg rögtön a tőzsdét, hogy ott mi történt. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté. Hú, hát megleptél egy ilyen, ilyen gyors váltással, megmondom őszintén, nagyon nehéz volt írtam felvenni a fonalat, de... Akkor elkezdjem? Dehogy is, hát nem tudsz kibabrálni velem, hát már is előkaptam, kérlek szépen itt a ügyeletes táblázatot, és már fújom is, hogy a Bux Index emelkedett 1,1%-kal a tegnapi napon, 371 pontos többletet jelentez, és 33.596 pontos záróértéket. A forgalom, hát az nagyon gatya volt, 4,5 milliárd forint, ami nem hogy a fele, de még kisebb része az átlagnak. Úgyhogy nem volt valami nagyon pörgős a nap. Azzal együtt azért volt születtek jó teljesítmények a vezető részvények közül, például a Richter Gedeon több mint 2%-kal tudott emelkedni, 6735 forintig, és nem is rossz forgalomban, mert ennek a csekélyke forgalomnak az egy harmadát elhozta, közel 1,5 milliárd forint volumenben kötöttek rá. Az OTP-re 1,4%-os emelkedés mellett 1,8 milliárdnyi forgalom született, és 9830 forintos záróár, a MOL is emelkedett 0,5%-kal 1674 forintig, egyedül a Telekom nem tudta tartani a lépést, az eset 3,1%-kal 352 forintra. A legnagyobb menők egyébként a kicsik között voltak, például a Waberers tudott menni 6,7%-kal, és szerintem ez a maga nemében egy komolyabb forgalomnak számít, 253 milliós forgalom mellett, tehát ez mindenképpen egészen tisztességes. Megjött a megmentő, aki belevásárolt, ugye? Igen. Így van. A Rába 4,5%-kal emelkedett, és a Panergy mutatott egy kitörést, ahogy nézegettem a csártot, 3,2%-os volt az emelkedés, 718 forint lett a vége. Amerikában, hát az első időszakban az volt a hír, magyarázat, hogy emelkednek az árak, mert pozitív hírek érkeztek potenciális koronavírus gyógyszerek kapcsolatban, és a befektetők optimistán várják a stimulussal kapcsolatos híreket. Aztán ezt le kellett cserélni, miután a tőzsde átesett a vaskos mínuszba, és utána egy frissítéssel megjelent, Amerikában esnek a részvényárak, mert csúszik a stimulus. Igen, egy pár napja ez megy, én ezt szívtam meg az aranypiacon. Igen, azóta nem pickálom, amíg nincs stimulus, vagy nincs döntés erről. Úgyhogy ennyi volt, ugye a betárazott magyarázatokat copypastázva meg lehetett oldani, hogy egy gyors cserével
meg az lényegében mindent el tudtál magyarázni. Nap elején pluszos volt, a várakozás pluszos volt, elindult pluszban, de utána egész nap lényegében lefelé csorogtak az árak, egy picit a végén. Nem, ott majdnem a mélypont környékén zártak Amerikában. Tehát egész nap, ez egy egész napos lecsorgást láthattunk, akkor mondhatjuk így, és igazából nem is volt kicsi az esés, mert 1,5%-ot megközelítette a Dow Jonesban, és meghaladta a Nasdaqben és az S&P 500-asban is az esés. Európa is ezt csinálta, pluszban kezdett, mínuszban végzett, de amikor Európa bezárt, Amerika még nem tudta, hogy éppen mit csináljon. Még a mindkét bekészített magyarázatot volt a hírszerkesztők előtt, és éppen gondolkodtak, hogy melyiket tegyék be annak megfelelően, hogy éppen a tőzsde merre indul. Ezért a Európa beérte egy olyan 0,5% körüli minusszal, úgyhogy nagyjából ez volt. Azt mondja, hogy az AstraZeneca például esett 1,1%-ot, mert most meg itt az jött ki, hogy majd csak az ő gyógyszere az majd csak karácsony után lehet, és ez annyira nem tetszett a piacnak. Amúgy ilyen nagy céges sztorik sem voltak, inkább egy kis kiábrándulás, hogy nem jöttek újabb jó hírek meg a stimulusról is. Számháború volt, Trump azt mondta, jó, nagy lesz, de nem jött közelebb, vagy inkább, sőt, inkább csak csúszott. Úgyhogy nagyjából ennyi történt. Tehát ezzel együtt a vaskos pluszok megvannak. A Dow Jones került át ismét tegnap az év eleje óta mért pluszból, most már ismét a negatív tartományba, de a Nasdaq még mindig 28% pluszban van. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai központú gyógyszeripari vállalat a Richter Gedeon nyerté támogatásával. Na hát gyanítom, hogy hírek jönnek. Ki lesz az ügyeletes? Schmidt Andi, képzeld el. Schmidt Andi. Ó, személyesen. Nem személyesen, mármint nem úgy személyesen. Nem úgy személyesen. Jó, Schmidt Andi hírei, tehát azok jönnek most, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin. Igen, közlekedési híreket is mondunk, úgyhogy ha van friss, akkor kérjük, hogy most küldjétek, és akkor egy csokorként átnyújtjuk majd azokat is a hírek után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhat.